Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Üdv mindenkinek! Ez itt az igazi Dopman TV adása, benne a Doperatív és a törzs feje Laci király, a guru, akiben csalódni fogtok, holdra mutató ujjak, abból is 10. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopman TV YouTube csatornájára, már majdnem 41 ezer követőnk van ott, teljesen organikus alapon, illetve kövess be a TikTokon, ott pedig átléptük a 47 ezer követőt. Ez boomerként azért nem gyenge, és egyre többen jönnek utánam, ott is. Kövessetek be az Instagramon. Ha posztolok valamit, tegyétek meg, hogy megosztjátok a sztoritokba. Az a legjobb. Egyébként, ha Facebookon posztolok, azt is kéne osztogatni, mert úgy tudnak terjedni a tartalmak. Ha megtennétek, akkor a subscribe gombra nyomjatok rá itt a Facebookon, mert akkor elér hozzátok a híre annak, hogyha valamit kitettem az oldalamra. Fönn vagyok a Twitteren és a Redditen, van egy külön bejáratú Dopviber mafiám. Támogathatod a tartalomgyártást a www.patreon.com per az igazi Dopman TV oldalon. Tudom, hogy a Patreon az nem pont egy ilyen buddha természetű lénynek a megfelelő adakozó oldala, mert ott leginkább az úgynevezett balliberális sajtótermékeket méltatják, 11 darab makroadománya, de azért bízom benne, hogy némi nemű apró ott is összecsöng. Ha YouTube-on nézed ezt a videót élő premier formájában, akkor küldhetsz szupercsetet, illetve támogathatsz banki átutalással, vagy pedig PayPal-on. Minden ilyen dolog a leírásban benne van, a videó leírásában, illetve lehet, hogy a kommentekben is közé teszem, hogyha nem felejtem el. Hitelügyekben keresétek a www.dopehitel.hu oldalt. Javulnak a hitelezési feltételek, úgyhogy lehet megint némi nemű bizodalmat helyezni abba, hogy helyreáll a gazdasági szituáció, illetve az Energy is rendelhető www.zenergia.hu oldalon. Bár hozzá kell tennem, hogy most már azt hiszem a negyedik gyártáson vagyunk túl, és megint kifogyóban van a készlet. Rengeteg a viszonteladónak jelentkező partner, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ezt illetően. Már csak egy jó kis NER injekció számítana, az nagyon meg tudná lökni a dolgot, hiszen az Energy az magyar termék, egészség és egzotikus ízű frissesség. Tehát teljes mértékben egy versenyképes termék nemzetközi szinten, csak úgy, mint a Hell. Csak ez mondjuk nem a Hellnek az üzenetét közvetíti, hanem a zen meditációt nagyon finoman és ízletesen és egészségesen teszi ezt, általunk megreállva és startupolva. Nem elvéve más termékek öröméből, de úgy érzem, hogy nekünk aztán lenne helyünk tényleg a piacon, mert ez valami olyan, ami ad is, amellett, hogy élvezetet okoz, illetve felébreszt. Na, de ami még lényeges, hogy nem sokára érkezik, ha már Hellt emlegettem, a Cigi meg Hell című új klipünk, a Barát Gyuszival hosszú idő után alkottunk újra közösen, és lesz valószínűleg egy Dharma előadás is, majd akarok egyet csinálni, majd azt is elmondom, hogy miért. Ugyanis nem sokára jövök majd egy Dharma videóval, hiszen azt ígérgetem legalább egy hete, de még nem volt időm megcsinálni, mert megint egy Dopcsat 2-vel elmaradtam. Akkor ugye a Starbucksról csináltam videót, és mostanság pedig bepótolom a Csat 2 videót. Tehát ez a videó igazából egy Dopcsat 2 videó. Ugye mióta nem szereplek a műsorban, a ismert okok miatt, azóta megígértem, hogy mint a műsor indulásának oszlopos támasza, és továbbra is támogatom a műsort, nézzétek, nagyon szórakoztató és izgalmas sztori az ATV Magyarország adásán, tehát megígértem, hogy amíg nem szereplek újra a műsorban, vagy ha nem szereplek többet, akkor minden egyes adás után elkészítek egy alternatív Dopcsat 2-t. Úgyis ez az alternatívság, ez nagyon megy nekem, mert
még mindig alternatív államfője vagyok az országnak, különben szeretném mondani. Úgyhogy hát már csináltam kettőt, azóta volt négy, kettő az kimaradt, de most legalább már a hét elején pótolom ezt, és akkor nem lesz úgy, hogy megint elcsúszom vele. Úgyhogy pénteken este volt a műsor felvétele, a Lentulai Krisztián barátom volt ott, Csintalan Sándor, barátom, én nagyon jó barátja vagyok, imád, meglát és rosszul lesz, zseniális. Aztán ott volt még a Somogyi Zoltán talán, és ki volt még ott, várjatok. Lehet, hogy egy ilyen a Mi Hazánk sajtótermékétől egy fiú, vagy valaki más volt. Most nem is tudom, nem akarok hülyeséget mondani, hogy ki volt a negyedik vendég, de megnéztem, és a témákat azokat kijegyzeteltem, és úgy nagyjából meg is figyeltem, hogy mire mit nyilatkoznak a arcok. Úgyhogy most akkor ebben a műsorban, ami tulajdonképpen nem is doperatív, hanem dobcsat kettő, az elején elszúrtam, reflektálok azokra a témákra, amik fölvetődtek a műsorban az Egri Viktor műsorvezető által és a Boros Tamásnak a szerkesztésében a Magyar ATV-n a Csat 2 című vita műsorban, ami az ATV azt hiszem egyik legnézettebb műsora, sőt, amíg én benne voltam, addig a legnézettebb volt. Ezt Király Tamás az Ultrahangból is tudja igazolni nézettségi adatokkal. Szóval mik voltak a témák, azokat kijegyzettem. Nézzétek, nagyon szép írással, egy ilyen papírra. Ez nem WC papír, nem kell befosni, nem szaró papír, ez ilyen Szilvia, ilyen törölgetős. Hát itt, mivel takarítok már napok óta, ezért Szilvia az úgy jár kell a kezemben, mint másnak a farka, amikor ejszol. Nem, tehát ami a lényeg, hogy témaként felvetődtek a műsorban olyan dolgok, hogy egyrészt a valami adatkikérés folytán kiderült, hogy nagyon megszaporodott a kórházi fertőzéseknek a száma, és ezzel kapcsolatban ugye az egészségügynek a kérdése is fölmerült a magyar egészségügyi, meg úgy szúzzámen az egészségügyi, a kórházi állapotoké, az éjszakai takarítása, és a többi, és a többi. Aztán volt egy olyan téma, hogy a Corvinuson tanított valami csávó, aki momentumos, és egy gyereket, aki meg a támogatói körnek a fia vagy lánya, nem tudom én, azt hiszem elhasaltatott a vizsgán, vagy nem akart engedni zárt helyezni, vagy vizsgázni, és akkor tulajdonképpen átnyúltak a feje fölött állítólagosan, és akkor utána levizsgázott a gyerek, majd ezután nem sokkal kirúgták ezt a tanárt, de nem nagyon állnak ki mellett a többiek, és hát ebből ugye sikerült megfejteni a bal oldali, idézőjelbe vett baloldali megszólalóknak, mert nem sok közük van az igazi baloldalhoz, mert akinek az igazi baloldalhoz van köze, az tudja, hogy van jobb oldala is, és akkor érti, hogy a kettő az egy, tehát nem vágja a valóságot ketté, meg négyé, meg hattá, meg nyolcá. Szóval ugye az volt, hogy retteg az Orbán rendszerbe a tanári kar, és akkor ezért nem mernek kiállni mellette. Aztán utána a Kubatov az posztolt valamit a Facebookon Budapest állapotaival kapcsolatban a hajléktalan témába, és az volt a nagy baki, amire rámart ugye a műsor szerkesztése, hogy a fénykép az idejét múltnak tűnt, tehát hogy ez egy régi kép volt, és azt feszegették, hogy releváns-e ez a mostani budapesti állapotokat illetően, hát én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem igencsak releváns, hanem relevánsabb. És végül pedig úszó büszkeségünk Milák Kristóf, akinek a felkészülése azt hiszem az olimpiára eléggé akadozik, és ez miatt ugye az úszó szövetségtől fölvetődött, hogy ő tartozik az országnak, és hogy rendesen kéne készülni, meg hát ugye így megfették tulajdonképpen, és hogy valóban tartozik-e az országnak a Milák Kristóf. Hát ezek a kérdések, amik felmerülnek,
És akkor ezeken így végig megyek, hogyha ezt szeretnétek, hát gondolom szeretnétek, azért ültök itt a képernyők előtt, és nézitek azt a bamba fejemet, úgyhogy akkor én ezt így kifejtem. Mindenféle ellenkezés nélkül, hiszen ellenkeztek már ott eleget egymással az emberek. Na tehát az első témánk az az, hogy ugye adatkikérés volt, és megnövekedett a kórházi fertőzéseknek a száma, plusz ugye szóba került az egészségügynek az állapota. Azért örülök ennek a témának, mert ilyenkor azon túl, hogy esetlegesen politikai véleményeket, ideológiákat, eszméket vagy meglátásokat kifejtünk, előjöhetek valami olyasmivel is, ami például egy alternatív elgondolkodásra okodadó szemszög lehet, úgymond egy ilyen egy program. Például egy politikai program, amiről nem nagyon hallanak mostanában az emberek, mert ugye, mint ahogy a tévéműsorokban már ilyen emberkísérleteket látunk, tehát a következő show műsor már a Nyerd meg az életed lesz, itt a valóságban szerintem. De ez van egyébként a politikában, a közéletben, tehát az emberek acsarognak, őrjöngenek, és igazából a megoldásokat nem nagyon keresik. Tehát tulajdonképpen én azt veszem észre, hogy például az összes vitaműsor az olyasmiről szól, hogy az emberek így ezeket a berögzött dogmatikus gondolkodásaikat próbálják alátámasztani a másikkal szemben. És akkor megnyugszanak, hogyha a másik az bólogat egyet a dogmatikus gondolkodásukra. És hogyha mondjuk a dogmatikus gondolkodásuk az ugye megsérül bármilyen módon, akár olyan ember által, aki ez közel áll a világnézetük, akkor azonnal húha, mi van? Mi van? Nem értett egyet a dogmáim? Nem minden dogmám az övé? Tehát, hogy ilyen lett az egész. És ez szerintem nem a helyes út. Persze mindenki olyan úton jár, amilyenet szeretne. Tehát világ változás előtt vagyunk, nagy változás van, egy karmikus fordulóponthoz értünk, és ugye a tudatunk az olyan módon fragmentálódott és túl van hevülve, hogy ennek egyébként kellemes vége nem lesz semmilyen módon, hogyha nem veszünk vissza az arcunkból, de ha ezt akarjuk játszani, játsszuk, ezt számtalan szó elmondom. Szóval vissza a kórházi fertőzésekre, és akkor ennek kapcsán az egészségügyre. Mert ugye itt az a alapvető álláspont, ugye ellenzéki rész, hogy az egészségügy az borzalmas állapotokban van, és a világon mindenhol egyébként tejbe vajba fürdenek a kórházakba az emberek. Mondjuk amikor Bergámóban sorba mutogatták a hullazsákokat, amiről kiderült, hogy ezért nem úgy volt az a Covid alatt, hogy mutatták, de akkor érdekes mód ez nem merült föl, meg mikor ugye nem tudták orvosolni a Covid adta a helyzeteket, ami mindegy, hagyjuk, akkor nem merült föl, de hát mindegy, hogy borzalmas a magyar egészségügy. Hát ugye ez az alapvető ellenzéki álláspont, hogy borzalmas az egészségügy. Szorul kritikára az egészségügy? Igen. Szorul kritikára az orvosok hozzáállása, a személyzet hozzáállása? Igen. Szorul kritikára az orvosok túlterheltsége, a személyzetnek a ritkossága? Igen, persze. Tehát rengeteg javítani való van az egészségügyben, ám én azt gondolom, hogy mégse itt van elásva a dolognak a lényege, arról is beszélünk majd, de először is a kórházi fertőzések. Tehát a kórházi fertőzés, gyerekek, az egy bakteriális fertőzés, hát amennyire tisztában vagytok egyébként az elhalálozásokkal, tulajdonképpen a legtöbb ember az ugye a cukorbetegségnek, a daganatos betegségeknek, a magas vérnyomásnak, az agyvérzésnek és a szívinfarktusnak a következtében haláloznak el. Hát mondjuk azt, hogy ezek a betegségek, ezek tulajdonképpen a jólét által kikerekített betegségek, tehát tulajdonképpen az emberiségnek most a nagy része az általunk ismert világrészekben az a saját maga által előállított aranykalitkára emlékeztető körülményeknek a hozománya és az azzal járó történetek. De
Ami még ugye nagyon halmozott elhalálozási ok, az ugye azért szokott lenni, mert mikor már idősek az emberek, és nem jó a mozgás koordinációjuk, meg ilyen-olyan trék vannak egyébként, akár demencia, vagy bármi más, hát ugye öregszik az ember, kopik a gépezet, tehát ilyenkor el szoktak esni. Tehát nagyon sok ember, idős ember szenved el mondjuk combnyaktörést. A combnyaktörés az ugye egy olyan törés, amivel magával nagy baj nem lenne, mert meggyógyul meg minden, de feküdni kell, tehát ki kell feküdni ezt a betegséget, és az idős emberek tulajdonképpen fekvés közben ezek tüdőgyulladást szoktak kapni, bakteriális alapú tüdőgyulladást, vagy bár, tehát nem feltétlenül vírusos tüdőgyulladást, és ezek a tüdőgyulladások, tehát a baktériumok, igazából ők viszik el őket a reinkarnáció útjára, tehát így távoznak el ebből az árnyék világból, amiben élünk, és akkor mindenkinek a hite szerint tovább mennek egy másik világba. Ezt általában a kórházakban szokták összeszedni, tehát ezek is a fajta kórházi fertőzések voltak, nem most kezdődött ez, hanem igazából ez mindig ismert volt az én gyerekkoromban és a 80-as években, de a kórházi fertőzésnek, mint olyan bakteriális fertőzésnek a megjelenése, ez egy új történet, a kórházi fertőzés nem annyira új, de viszonylag újabb, és hát a következő van. Tehát ezeknek az újfajta, sokszor penicillin rezisztens baktériumoknak, ó, bazen most átmegyek ilyen tudós szakértőbe, és aztán majd mondják, hogy ehhez is értek, hogy micsoda hülye vagyok, meg minden, de majd megcáfol valami szakember, ha akar. Tudjátok, nekem csak lételemzésből, meg létfigyelésből van diplomám, és az se számít semmit, bár megmutatom, ha akarjátok az oklevelet. De járjátok körbe, amit beszélek, ha nagy hülyeség, javítsatok ki, ha meg nem, akkor lehet, hogy hasznos. De ami a lényeg, hogy ugye ezek a penicillin rezisztens baktériumok, szuperbaktériumok, amihez hasonló, azt hiszem a kórházi fertőzés is, persze mindenféle vírusok is tenyésznek, de ezek a baktériumok, ezek a leginkább a közelmúltnak a termékei, és hát annak a bizonyítékai, hogy az ember és a tudomány hiába bízik abban, hogy a saját maga fejlődésével megoldja azt, hogy semmiféle kellemetlenségbe, vagy az élettel való találkozással abban ne legyen része, ez mégis újra meg újra megesik. Tehát az élet az van, az működik. Tehát ugye pont az a csoda, hogy itt ülök most ebbe a házba, ti nem látjátok a falat, meg a tetőt, ami miatt leázott a lakás, és meg kellett csinálni ezt a víztaszító falat, és ugye még ott a tetővel is van a problémák. Tehát azt tudnotok kell, hogy az élet az mindent visszavesz, tehát az ember élete tulajdonképpen egy ilyen folyamatos görcsös akarás, ugye, hogy fölállít ilyen dolgokat, tehát fölépít házat, fölépíti az életét, fölépíti az üzletét, fölépíti a birodalmát, fölépít mindent, legyőzi az állatokat, ott azt hiszi, hogy uralkodó, és akkor tulajdonképpen folyamatosan azon kell dolgozni, hogy ez így egybe maradjon, de közben olyan az egész, mint a markodban a homok, hogy szorítod össze, kicsúszik a kezed közé, és jön az élet. Tehát például tök vicces, hogy ha nem takarítasz egy lakást, mondjuk egy hétig, vagy két hétig, akkor meglátod, hogy visszajön az élet. Megjelennek a pókok, hálót szőnek. Nagyon kemény, hogy a tetőn, úgyhogy ott nincsen termőföld, előbb bújnak a növények, a betonból is. Tehát az élet az visszaveszi a magáét. Értitek? Ez az ember hiába görcsöl, akar, csinálja, előbb-utóbb ezek a városok, ezek mindig ugyanígy itt maradnak, mint a váraknak a romjai, meg stb. És akkor valamiféle hírnökei lesznek annak, hogy egyszer itt éltek emberek. Na most, ami ugyanez van ezekkel a baktériumokkal, meg vírusokkal, meg minden, hát arról nem is beszélve, ugye, hogy gyártjuk is a betegségeket a laboratóriumokban, nem lenne elég, ami van, és akkor esetleg megtanulni azt, hogy ezekkel hogy lehet együtt élni? Nem, annak a nevében, hogy harcolunk ellenük, kikísérletezünk még nagyobb szörnyetegeket. Tehát egyfolytában ugye
Pandora szelencéjébe turkálunk, mert mi nagyon vágy, hát mi nagyon érezzük ezt az isteni állapotot, aminek a következményeként aztán pokollakó démonok leszünk egy pillanatot. És hát ez van a penicillinnel, hogy ugye a baktériumokkal szemben kitalálták a penicillint, ami tök jól működött egy ideig. De dőreség volt azt hinni, hogy ez örökre megoldás lesz. Mert a baktériumok is ugye az élet részei, és valamilyen módon szeretnének megmaradni a rezgésbe. Tehát a bakteriális megformálódás az így szeretne megmaradni. Hát arról nem is beszél, hogy mi bennünk egy rakás hasznos baktérium is van, tele vagyunk baktériumokkal, bacikkal, vannak jó bacik, rossz bacik, kibaszik a rossz baci, jó bacival. Tehát, és hát ugye érte őket egy ilyen nagy csapás, egy támadás, mint a Rico törvény, a három csapás törvénye a New Yorki mafiát, ugyanígy a baktériumokat megtámadta a penicillin, értitek? És jó, visszavetette a működésüket hosszú évekre kifolyólag. De ez nem jelenti azt, hogy mint ahogy a mi kutató laboratóriumainkban a tudósok keresik a megfejtéseket, a baktériumok azok ne dolgoznának ugyanígy azon, hogy valamilyen módon kikerüljék a penicillin okozta ugye fenyegetést, és dolgoztak rajta. Tehát a baci osztályon a bacik dolgoztak azon, hogy még erősebb bacik keletkeznek, és ez a szuperbaktérium, amitől jobban félnek a tudósok egyébként, mint a vírusoktól. Tehát az emberiségre legnagyobb fenyegetés jelentő egyik dolog, az egy ilyen kis pici kis, nem tudom, nevezzük élőlének, szuperbaktérium. Ő az. És az itt kopogtat, itt kórházi fertőzés formájában. Tehát ugye ez valami olyan, ami úgy ellenáll a dolgoknak, és egyre inkább jön. Nem nagyon beszélnek róla, ugye, mert nem olyan könnyű vele szembe fölvenni a harcot. Úgyhogy megérkezik, érted, akkor úgy elég nagy mennyiségben sarabol, meg győzi le az áldozatait. Tehát itt egész egyszerűen van egy olyan következmény, ami a tudományos fejlődésnek a mellékterméke, hogy ahogy legyőz dolgokat, az ellenállás mert ugye erőszakosan győzöd le, ugye ahol presszió van, ott ellenállás keletkezik, tehát ez a univerzumnak a törvénye, tehát nyilvánvaló, hogyha a gyerekedet ugye sír hajnal 4-be, 4 órakor, akkor el tudod simogatni, és akkor elalszik, elringatod. De ha rázod, ha csapkodod, vagy valami, akkor ugye kurvára még inkább balhézni fog, tehát az ellenállás természete megjön, és a baktériumok így működnek. Tehát ugye egyrészt az van, hogy ezt így gyártjuk, hát ez az emberi törekvésnek a része, mert az ember ugye kihelyezi magát az univerzális egyensúlyból, tehát ő azt képzeli magáról, hogy ő nem az egyenlet része. De az, és az egyenlet az mindig helyre rakja magát, és ugye ez az egyik probléma. Na most beszélt itt a csintalan például esti takarításokról kórházakban. Hát én nem tudom, én sokat voltam kórházakban, lehet, hogy még egy picit több tapasztalatunk van családilag, mint a csintalanak, bár ez nem egy nagy érdem, vagy semmi, sőt, én nem örülök neki, hogy ennyi minden van, de én voltam kórházban baleset után 8 hétig, 85-ben akkor se volt éjszakai takarítás, vagy legalábbis én nem láttam, hajnalban takarítottak, meg tehát ezt nem gondolom. Most is vannak olyan egészségügyi intézmények, ahol áldatlanok az állapotok, van, ahol áldásosak, van, amelyik jobban felszerelt, valamelyik kevésbé, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy az általatok ismert kapitalista országoknál a magyar egészségügy még mindig 100-szor jobb. És 100-szor komolyabb ellátást kaptok. Hát történt egy nagy probléma, tehát például ugye ez sajnos a kapitalizmusnak egy áldásos ajándéka az emberiség számára, hogy üzleti alapra helyezték az egészségügyet, és akkor itt jön az, hogy igazából az egészségügyen mi van. Tehát föl kell alapvetően tennünk a kérdést avval kapcsolatban, hogy egyáltalán érdeke az általunk megalkotott rendszereknek, amikben üzleti tényezők is vannak, hogy az emberek egészségesek legyenek.
Na most az egészség az természetesen az nem úgy, hogy egészséges vagy, és akkor ilyen Superman vagy. Ilyen nincsen, hanem az van, hogy úgy amennyire lehet jól érzed magad, tehát a Buddhának az alapvető felismerése, hogy ugye van betegség, öregség és halál, és e felől ugye egyfajta megszabadulás lehet, hogy kezdesz valamit ezekkel a jelenségekkel. Tehát ez van, a betegség mindig ott van. Ahol az egészség ott van, a betegség is ott van. Ugye a dolgok a fogalmi gondolkodásban párba járnak, tehát az érzékelt világban ezeket nekünk meg kell tapasztalni. A betegséget is, de mégis hogy tudjuk magunkat jól érezni? Egészség, ugye maga a szó, az egy jó szó, az egészség. Ez egy nagyon fasz a szó, ez egy ugye kerek, egész. Nincs benne dualizmus. Nincs benne jó, rossz, semmi. Egész, kerek, fasza. Tehát, hogy egybe vagy, rendbe vagy, egészségügy. Egészségügy az nem egészségügy, hanem betegségmenedzselés. Mert ugye az az igazság, hogy mikor, mert ugye a kórházakról beszélünk. Tehát az a baj, hogy egy olyan tévképzet van a véleményalkotók fejébe az egészségügyek kapcsolatban, hogy annak az a feladata tulajdonképpen, hogy egészségessé tegye a beteg embereket. Tehát ez egy alapvető tévedés. Azt hinni, hogy az orvos az ugye egészségessé fogja tenni az embereket. Meggyógyítja az embereket, és akkor majd ők egészségesek lesznek. Ez nem igaz. Hát most figyeljetek ide. Hát ha bemegy a beteg ember, mit tudom én, daganatos betegség, akkor menedzselik a betegségét, hogy tudjon vele élni. Lehet, hogy elérik, hogy pillanatokra megszűnik, de az ő alapvető állapota vagy a működése nem változik meg forradalmian, gyökerestül, akkor előbb-utóbb visszatér a betegség. Sebészet. Persze, megmentik az életedet, de kivágnak belőled egy darabot. Tehát elvesznek belőled. Tehát az egészséged az mindig sérül, nem egészségügyről van szó, hanem betegségmenedzselésről. Na most alapvetően ugye azért van az egészségügyel többek között probléma, mert üzleti alapra van helyezve, tehát egyrészt ugye érdeke a világnak, az általunk fenntartott fogyasztói rendszernek, hogy ne legyünk egészségesek. Mert a fogyasztó ember azok alapján, amiket fogyasztunk, én is, nem tud egészséges lenni, tehát minden, amit magunkhoz veszünk, az egész életünk, a mozgás hiányunk, a túltáplálkozásunk, a kényelmi szituációnk, a szerveinknek a nem megfelelő használata, a készségeink nem használata, ez mind betegséghez vezet. És a betegséghez eljutásunkban újabb hatalmas üzlet van, mert a betegségeinket menedzselni kell gyógyszerekkel, hogy funkcionálni tudjunk, mert ha kórházba jutunk, akkor tulajdonképpen abban a pillanatban válunk haszontalanná, a társadalom számára, mert nem tudunk már rendesen adót fizetni, igazából le vagyunk esve a lábunkról, el kell minket látni, és tulajdonképpen nem történik semmi az ég adta világon olyan, amivel mi hasznot tudunk termelni. Ezért rogyadoznak az egészségügyek, mert az egészségtelen vagy működésképtelen egyedekre nincs szükség. Tehát én azt gondolom, hogy túl van terhelve az egészségügy. És ez azért van, mert az a rendszer, amit mi fölépítünk mindenhol, Amerikában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Magyarországon, stb. Tehát ezért jár úgy az egészségügy, például egy általa a rendszer által magára szabadított mesterséges betegség idézőjelbe vett tombolása közben, ezért jár egy olyan túlterhelt állapottal, mert gyártja a problémát a társadalom. Tehát mindig itt a paradoxon, hogy akarunk valamit, de közben úgy élünk, hogy ez ne tudjon megtörténni. Tehát hol van elrejtve az egészségügyben a kérdés? Hát hogy lehet az egészségügyet tehermentesíteni? Hát úgy lehetne, és ez egy egészségügyi program, hogy az egészségügy az igazából nem a kórháznál kezdődik, meg nem az orvosnál kezdődik, meg nem a nővérkénél kezdődik, például a fogorvosnál, nem a fogorvosnál kell, hogy ki kell húzni a fogam,
hanem ott kezdődik, hogy tudatos életet kell élnem, tehát tisztába kell vele lennem, hogy milyen módon maradhatok a lehető leginkább egészséges, milyen módon lehetek a legkevésbé beteg, milyen módon tudok leginkább funkcionálni. Milyen módon tudom a immunrendszeremet aktivizálni, hogy az ellenálljon az engem ért kihívásoknak, tehát mit tudom én, ne legyen folyton taknyos a nózim, hanem mit tudom én, 4 évente leszek náthás, meg hogy tudom ezeket elérni? Hogy ne legyen túlsúlyom, hogy legyen a vérnyomásom a helyén, hogy ne kapjak sztrókot, ha lehetséges. Ezek mind tudatos, bölcs, idézőbe vett bölcs szemléletű életet kívánnak. És ez nem az orvosokon múlik, és nem a kormányon múlik, meg nem a gyógyszerlobbikon múlik, nem is ezeken az új oltásokon múlik. Persze vannak kipróbált megfelelő gyógyszerek, oltások, stb. Nem, van az, mikor be kell venni a gyógyszert. Van, amikor meg kell kapni az oltást. Van, persze. És van, amikor ezekkel élni kell. De az ember maga nagyon sokat tud tenni azért, hogy ezzel a legkevésbé és a legritkábban kelljen élnie. Gondoljatok bele abba, hogy például jelen pillanatban az emberiség nagy része pszichés problémákkal küzd. Tehát a hatalmas problémának állítják be a kábítószer függést, a kábítószerre való élést, világszerte üldözik, kokain, crack, heroin, designer drog, bio, stb. Harcolnak, stb. De közben gyógyszerfüggő az egész világ. Tehát mi a megoldásod? Nem tudok aludni, Xanax. Ideges lettem, Xanax, Dormicum. Jaj, szomorú vagyok, Rivotril. Pszichés gyógyszer. Jaj, fájdalomcsillapító egyből. Görcsoldó egyből. Tehát nem akkor, amikor már nem tudom kezelni a helyzetet, mindenre mindig egyből a gyógyszer a megoldás. Erős akarok lenni, kokszolok. A sportoló akarok lenni, teljesítményfokozót szedek. Rossz a kedvem, iszok. Nem tudok koncentrálni, szívom a cigarettát, vagy az IQOS-t. Most minden, ugyanaz a szar. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy élünk, bizonyos ilyen jelenségeket kinevezünk szörnyűségnek, másokat meg azt mondjuk, hogy ez fasza. Tehát, hogy ha megnézitek, Amerikában csütörtökön még Kaliforniában üldözték a füves cigit, másnap meg mindenki vígan szívta egészségügyi szemszögből. Tehát ugye itt megint az van, amit az emberek a legkevésbé szeretnek, és ebben lehet a szabadságot megélni, hogy és ez lehet egy alternatív program, például egy kormányprogram az egészségügyben, hogy tehermentesítem az egészségügyet, tehermentesítem az orvosi társadalmat, tehermentesítem a mentőket és a nővérkéket, stb. Az egész infrastruktúrát úgy tudom, hogyha tudatosan egészségre törekvő emberi lényeket képzek, tehát hogy ezekkel töltöm meg a társadalmat. Itt kezdődik az egészségügy. Ez az egészségügy. Nem az az egészségügy, hogy jaj, a kórházba, ugye mi a csinta, hipohonder vagyok, én járom a kórházakat. Hát akkor ő terheli az egészségügyet, mert ha ő hipohonderség miatt járja a kórházat, és például ugye a hipohonder az arról szól, hogy neki nincs baja, csak azt hiszi, hogy baja van, és ezért ott ül a kórházba, és mindenre kell neki egy orvosi ellátás. És addig más, aki nem hipohonder, hanem tényleg fájnak, mint tudom én, a tökei, vagy föl kell nyúlni a prostatáját megnyomkodni, az nem tudja megnézni, mert ott ül a hipohonder, és az, értitek? Tehát az a lényeg, hogy szellemileg, fizikálisan, a kettő kombinációjában egészséges társadalmat kell építeni, csak itt megint mondom, itt a paradoxon, mert a társadalom nem törekszik az egészségre. Tehát kurvára visszás nekem, mikor abszolút egészségtelen külsejű emberek, tehát lehet látni, hogy az emberek, ezek az emberek mindent megtettek azért egy életen át, hogy ne legyenek egészségesek, és hiányolják az egészségügyet. Nem fogja meggyógyítani őket az orvos, nem fogja meggyógyítani őket a nővérke,
a műtét ideig, óráig segít, stb. Hallottam a Puzsé Robit is, amikor Sebestyén Balázson élcelődött, hogy a sebészkésen, felsorolt 96 betegséget. És az állapota, az üvöltözése, a hörgése, börgése miatt itt nem is lesz vége a betegségeinek. Ez a lényeg, ezek újra meg újra fognak jönni. Tudom, nem minden betegség pszichoszomatikus eredetű, de maga a világ az egy pszichoszomatikus eredetű. Tehát itt megképződik, és minden, ami benne van, az megképződik, csak ugye blokkolt állapotban van az ember, tehát a teljes kihasználtsága a saját készségeinek minimalizált, ugye ezt tanítják biológia órán is, hogy az agyadban fellehető képesség, mint az 5%-ával élsz. Tehát egy Einstein volt 20%? Mit olyan valami jógi, aki le tudja kapcsolni magát, az járhat 30. Tehát érted, ezek blokkok, tehát a blokkok miatt neked akár úgy kell szembesülni a betegséggel, hogy ez nem egy pszichoszomatikai eredetű, de adott esetben, ha te nem lennél blokkolva, akkor lehet, hogy elütne az autó, fognád, majd megráznád, és tovább mennél. És azt hiszed, hogy szuperhősfilm, de hát nézd meg a gilisztát. Ketté vágod, és két giliszta van belőle. Tehát, hogy ő azt a készségét kiválóan tudja működtetni, tehát az a lényeg, hogy én értem, meg kell tapasztalni a betegség állapotát, meg is tapasztaljuk én is, csomó dolog van, amiből szerintem majd betegség alakul ki belőle, meg az öregségem folytán majd valamilyen módon bekövetkezik a halálom, remélem, hogy nem túl fájdalmasan, inkább szórakoztatóan, de bármi történhet. Tehát akkor is megtörténhet a betegség, maga az emberi létezés sajátja miatt, tehát ahogy az illúzióban élünk, amiatt ezt megéljük, ha mindent megteszünk az egészségért. Tehát ugye a folyamatosan keletkező, halmozott, szabad döntéshozatalokban egy olyan ilyen szabad mozgás van, ami rángat minket ide-oda, mint a tengeren a viharba a hajót. A vihar. Tehát az a lényeg, hogy minden de legalább minden megteszel. Tehát az igazi egészségpolitika az az lenne, és én nem hallok egyetlen egy politikus ezért rágálni. Mert ugye ez kimondja, hogy öcsém, ne zabálj annyit. Öcsém, menjél sportoljál. Megteremteni a lehetőséget. Hogy ne ledózerolják az embereket, hogy mikor elmész a multihoz, akkor 9-től 5-ig rodázol, hazamész, és még otthon is nézegeted a különböző kimutatásokat, stb. Tehát az embereket elégeti a világ. De azért égeti el őket a világ, mert ők elégetik magukat a világban, és ez ugye az egészségügyben tükröződik, és ezért van az, hogy egyre nagyobb nyomás lesz az egészségügyön, és nézitek meg, hogy ugye mondják, hogy megmentett minket a tudomány a pestistől, meg a fekete himlőtől, meg a leprától, meg a stb. Megmentett, de mégis növekszik a probléma. Még sincs elég hely a kórházba, még sincs elég orvos, még se jó az ellátás, és nem csak Magyarországon, sehol a világon. Mert maga az életformánk az öngyilkos. És egy, mondom, egy korrekt egészségpolitika ezt figyeli meg. Tehát egy politika, egy vezetés azt nézi meg, hogy tudom megteremteni az egyensúlyt. Hogy bár fogyasztói kapitalizmusban vagyok, de az egyensúly, és azért nehéz, az meg különben szinte azért lehetetlen. Tehát meg lehet színni a kormányokat, rendszereket, Amerikát, Oroszországot, Kuvaitot, minden, az tök mindegy. Azért, mert az emberek olyan világban élnek, amilyenben élni akarnak. Tehát ezt mondom mindig, tudom nehéz, de azt kapsz, amit kérsz. Tehát ha az emberek, tehát nézz körbe az embereket, milyen állapotban vannak Magyarországon az emberek. Milyen mennyiségű elhízott harci malac mászkál az utcákon. És legtöbbször, mert ha még a vidám kövéreket látnám, azt mondom, jó, már állítólag van a vidám kövér, az a kedves arcú, mosolygós, az tök jó, de engem nem zavar a kövérség, én is voltam kövér, és még lehetek is. És van, amikor ennyi súly van rajtam, van, amikor annyit, tehát nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, de nézzük meg, hogy nem egészséges állapot. Ez sem. Az idegeskedés sem egészséges állapot. És ez termeli az egészségügyi problémát. Tehát
itt van a lényeg elásva, hogy olyan egészségpolitikát kell csinálni, ami egészségre törekvő embereket okoz. És akkor nem lesz gond az egészségügyel. Az meg egy más kérdés, hogy ezzel lehet gondolkozni, hogy igen, most akkor ez kapitalizmusnak a része kell legyen, az emberek egészsége, az oktatása. Vagy éppen ez legyen valami másmilyen alapra helyezve? Ez lehet egy kérdés. De sok mindenki nem is akar egészséges lenni. Ez a lényeg. Jó, ennyit az egészségügyről. Következő úgy, ugye a Corvinuson a tanár, aki momentumos, és a aranyfiút, vagy aranylányt, aki a egyetemnek, a támogatóinak a gyereke, egy befolyásos családnak a gyermeke, nem engedte vizsgázni, aztán valamilyen nyomás hatására vizsgázhatott, és akkor utána hosszú távon kirúgták a tanárt, és akkor most még sincsen ellenállás, és ugye arról van szó, hogy félnek a Orbán miatt, hogy mi lesz, hogyha ellenállnak. Szóval egy, ami a lényeg például a buddhizmusban, hogy működik. És így van ez a hírekkel is. Tehát leghátsó helyen kullog a szentírás. A Fenyő Iván barátom, ő nagyon ügyesen magáévá tette, és ügyesen is alkalmazza a Jiddu Krishnamurtinak a kérdések által való feszegetését a világnak. A világ kérdések által való feszegetése, tehát a mindennek a megkérdőjelezése, az azért van, mert a távol-keleti, illetve keleti kultúrában a szentírások azok a leghátul kullognak. Tehát például nálunk a Biblia az első helyen van, az náluk leghátul lenne. Mert ugye alapvetően azt mondja, hogy figyelj, ezt leírták valamikor, írtak benne valamit, és akkor vagy igaz, vagy nem. És akkor például ugye mondhatjuk, mert de itt azt mondják, mint a keresztények, hogy a Biblia a szent könyv, és hogy hú, azt megkérdőjelezni nem lehet. Na de hát mi tudunk csak 77 zsinatot, ahol átírták a Bibliát. Aztán jött a reformáció. Ott is belenyúltak. A Tórának is van ilyen része, olyan része, ott van Korán. Tehát rengeteg forrás van, amik valamiféle univerzális üzenetet közvetítenek, legalábbis így érezzük. Aztán lehet, hogy ez egész egy videójáték, és van figurák vagyunk, egy Sims-be, de az csak le van írva, az csak szöveg. Tehát azt így fogni, és benyelni úgy, ahogy van, körbejárás nélkül, értelmezés, tapasztalat nélkül, az nem működik. Második helyen kullog a hírátadója, a guru, a mester, a pap, a sámán, tök mindegy. Ő a szentírással kiegészülve átadja neked ezt az üzenetet, ezt a tudást, de az első helyen te vagy a tapasztalatoddal. És ez a legfontosabb. Tehát, hogyha te azt, amit leírtak, hallottál, meg tudod tapasztalni, akkor vagy képbe, hogy mi újság a futrinkába, és akkor vagy aláírod a szentírást, vagy nem írod alá. Szóval, amikor én beszélek neked valamit, azt is körbejárod, aztán vagy aláírod, vagy nem írod alá. Meg kell nézni. És még abban is lehet, hogy becsapod magad, vagy éppen rádöbbensz az igazságra. Tehát arra vannak ezek a módszerek, mint a meditáció, a kérdések által való feszegetése a valóságnak, a megfigyelés, a stb. Tehát ezek segítenek abba, hogy például egy problémában ugye rájöjjek arra, hogy mi van. Tehát oda mennek az emberek, a rabbi elé, és akkor kérdez, de rabbi, hogy igazad van. És akkor kérdezi a másik, neked is igazad van. Tehát hogy lehet, hogy mindkettőtöknek igaza van, de az igazság az kettőtök között van. Valahol középen, mert az igazságot egyikötök se látja jól, mert csak szempontokat mutattok be, és a szempontotok befolyásolja a világlátásotokat. Na most ezért mondtam el ezt így bőven, mert ugye hallunk egy sztorit, amit valamilyen, például előveszi a Boros Tomi, a szerkesztő, ezt a történetet, és akkor kiveszi egy olyan sajtóorgánumból, ami eleve úgy fogalmazza meg ezt a történetet, ahogy az olvasók hallani szeretnék. Mert a legtöbb újságot
Most úgy írják meg, meg úgy fogalmazzák meg, meg úgy készítik, hogy arra csinálják, hogy úgy szóljon, ahogy a közönség hallani akarja a muzsikát. Tehát mikor arról beszélnek, hogy független objektív sajtó, semmilyen módon nem igaz, mert nagyjából a tematikát, a kommunikációt, a kérdésfeltevést, a körbejárás az határozza meg, hogy mit akar hallani a közönség. Ez illik egyébként a kormány oldali médiára is, majdnem 95%-ban, és akkor vannak olyan figurák, mint a Hajóágyú, vagy az Ábrahám Robi, esetekben a Lentulai Krisztián például, akikben van olyan fajta nyitottság, hogy adott esetben hajlamosak kicsit eltérni a farbától, és fölvetnek olyan kérdéseket, amik egyébként esetleg a kritikusan vagy más szemszögben is rámutatnak a saját maguk oldalára, meg a másik oldalra is. A bulvár szintén az. Tehát nézik, hogy mit akar látni a közönség, és úgy fogalmazzák meg. Tehát mikor például ugye egy Csat2 szerkesztő kivesz egy Telexes cikket, akkor már eleve azt mondom, vagy bármilyen ember hoz egy Telexes cikket, vagy hoz egy Origós cikket, tök mindegy, az csínyán kell bánni vele, mert alapvetően tudni kell azt, a legnagyobb jóhiszeműség mellett is, hogy az újság szerkesztője egész egyszerűen a fogyasztói igények kiszolgálása miatt, már pedig egy Origónak ezt szem előtt kell tartani, hogy az ő fogyasztói közönsége egy telexes kommunikáción meg fog sértődni, a telexes közönség a Origó kommunikáción meg fog sértődni. Ha pedig a kettő közé, tehát valóban idézőjelbe véve független objektívre veszi a dolgot, ami nincsen se független, se objektív, az egész világunk egy szubjektum, tehát egy szubjektív érzékelésnek az eredménye, semmilyen objektivitást nem tudunk tapasztalni, az egész életünkben nincs objektivitás. Objektivitás, tudjátok, mikor van? Most, amíg csattant a taps, addig volt objektivitás. Ha meditációban vagy, akkor kilépsz ebbe a szubjektív érzékelésből, de még az is a szubjektumnak az eredménye. Tehát nem tudod, hogy hol vagy. Még a csattanás is szubjektív. Minden szubjektív. Én elképzelem, hogy így van. Ez a koncepcióm a világról. Igaz vagy nem? Na most ugye hallunk egy koncepciót, hát le akarja írni a telexes, hogy kirúgták a tanárt, mert ugye a gazdag szülőknek a gyerekét nem engedte át, és ezt rászóltak, és tan, és utána ki is rúgták. Oké. Nem mondom, hogy ez példanélküli a világban. Tehát egyébként haladó, modern, progresszív demokráciákban is történik ilyen, sőt, a haladó, modern, progresszív önkormányzatoknál Magyarországon is történik ilyen, mint ahogy a fideszes helyeken is, mert ez nem Fidesz vagy ellenzéki kérdés, ez az emberi működésnek tulajdonképpen a része, hogy így szokott orvosolni problémákat. Na de, hoppá, tehát nem állnak ki mellette, félni kell, tudjuk félni. Nem tudom, mitől kell félni, szerintem a Magyarországon senkinek nem kell félni semmitől, tehát vidáman el lehet muzsikálni, sőt, még egyszer mondom, a legnagyobb bűzés, újítás az mostanság Orbán szídás. Vagy Orbán nyalont szídás, vagy ilyenek, tehát mit tudom én, a Somogyi Andrástól kezdve, ugye a Puzsérék, a, mit tudom, még ez a Dave Világa nevű srácos, már annyit beszélt rólam, hogy kimondom a nevét egy videóban, hogy legyen boldog, ez a kapuzárási pánikkal szenvedő fiú, ezt csak azért mondom, mert ő magáról elmondta, hogy tulajdonképpen a kapuzárási pánikkel gyógyítja a videózása, hát ő is álltak 150 ezeret keresett, mint gyógymasször egy szállodába évizen, azt mondjuk nem tudom, nem lehetett túl jó gyógymasször, ha 150 ezeret tudott összekeresni, tehát akkor valóban jobb, hogyha a videózást csinálja, mert én, akiket gyógymasszöröket ismerek, azok nem 150 ezeret keresnek, mert egy gyógymasszörhöz helyet nem kapsz, nemhogy 150 ezeret keres. De a 150 ezerhez képest most csak abból, hogy videókban, kicsi nézettségű videókban, mert nem igazán nagy nézettségek, szidja az Orbán rendszert, mondja, hogy diktatúra van, akkor, hogy a
mindenki ne szopó, aki egy kicsit máshogy látja a világot, meg nem mondja Márki-Zayra, hogy király, vagy Puzsera, havi 4-50-et keres a YouTube-on. Azt nem tudom, hogy, mert nekem nincs ennyi monetizált pénzem, a YouTube-on pedig nekem azért vannak nézettségeim, kifejezetten hosszú videók, de 450, amit megsüveg, gratulálok, szuper. Na most mitől kell félni? Tehát elvileg a tanároknak is félni kell, de lehet, hogy félnek a tanárok, tegyük föl, de az is lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem bírják ezt a momentumos tanárt. Olyan is lehet. Sőt, olyan is lehet, hogy annak ellenére, hogy ez a gazdag gyerek, annak ellenére, hogy gazdag gyerek, mert a gazdag gyerekek, azok ugye szoktak rossz fejek lenni, sokkal rosszabb fejek szoktak lenni sokszor, mint a szegény gyerekek. Ugye elhangzik a nagy mondás, hogy a nehéz idők erős embereket, jó embereket, alkalmas embereket hoznak, azok könnyű időt csinálnak, és könnyű idők ugye ilyen szar embereket termelnek. Persze a szar embereknek is vannak értékeik, csak nem tudnak róla, és nem billogtatják. De általában, de lehet, hogy például ez a gazdag gyerek jó fej. Nem ismerem, de lehet, hogy jól tanul, lehet, hogy szorgos, lehet, hogy a tanárral nem bírják egymást. Tehát én jártam főiskolára, láttam ilyen történéseket, hogy akár kialakultak mindenféle viszonyrendszerek, és akkor nem úgy volt, és akkor figyelni kellett. Kíváncsi lennék, most a FAM beállná nekem konzulens. Attila Márton, megcsinálnád? Még mindig kitűnő diplomát írnék? Vagy most már rád kéne szólassak apukámmal, hogy öcsi, vörös diplomát a papának. De a hülyes kerek, szóval az a lényeg, hogy nem tudjuk, és csak az a fő probléma, hogy addig minden csak az ingerenciáknak a működtetésére van, hogy pörgessék a hangulatot, és növekedjen a gyűlölet. És közben mindenki közben frusztrált, hogy jaj, de miért ilyen a világ, mert miért van, mert miért? De mindenki részt vesz benne. Mindenki. Tehát, hogy ezt kell észrevenni. És ha csak ezt észrevennék egy csomó, hogy most én, tehát nem azzal van a baj, hogy szararc leszel. Én sokszor vagyok szararc, tuti biztos. Meg unszimpatikus is, meg rátarti, meg gőgös, meg ilyen kiállhatatlan. Most is, biztos vagyok benne. De észreveszem. Hogy észrevettem, hogy például amikor ül egy Puzsér, és egyszer látnám, hogy észreveszi, hogy most nem voltam jó fej. Most talán nincs igazam, talán nincs 100%-ig minden úgy, ahogy én képzelem. Vagy kijelentem. Vagy akár ez a D-fiú, vagy akik így jönnek, a fókuszcsoportosok, hanem van egy koncepciója, és akkor ahhoz töri a világot. Töri a világot, és közben nem érti, hogy neki miért rossz. Holott nem is rossz neki, mert ilyen jó dolga sose volt. Hát a D-világának se volt ilyen jó dolga. Hát Puzséről nem beszélek, mert az már multimilliómos az ellenzékiskedésből. Szegény fan maradt ott a partvonalon, bazd meg. Beülhet a műsorába, és akkor ott mondja, jaj, bázd meg, Robi, kurva anyádat, bázd meg, és akkor mondja neki, és akkor ugye ő nem kapja meg a lét, a Puzsér meg halálra keresi magát, értitek? De ez a lényeg, nézzétek meg a figurákat, a kereskedelmi tévében. A Noir most ölte meg szegény fodrászt, értitek? Úgy csinált, mint hogyha mit tudom én, a Mike Tyson győzte volna le. Hát giga gázsiké szerepelnek az emberek, értitek? Tehát amit mondom, hogy valljuk be, hogy itt kurva jó dolga van mindenkinek, és én azért is hívom az Orbánnak az országlását jóléti nyomornak. Mert itt a jólét termeli ki a lelki nyomor. Tehát ez nem az a világ, mint a 90-es években, amikor felnőttem a vadkapitalizmusba, mikor brigádok voltak az éjszakába, mikor nyitottál egy kocsmát és elvették a pénzedet, mikor tényleg szarér húgyér dolgoztál munkahelyeken, mikor nem lehetett bejelenteni egy alkalmazottat, mert annyi járulékot kellett fizetni, ez nem új keletű, ezek a problémák, amik még mindig magyar problémák, mert még mindig lehetne szebben jobban csinálni, de gyerekek, hát a 90-es években a Gyurcsány alatt, ha te csinálta egy üzletet,
ha te mindent bevallottál, vagy bazeg, az semmi. Be is zárhat az az ajtót. Nem úgy, mint itt, hogy mit tudom, nyitotta egy katát, vagy katát hibásnak tartom, hogy visszavették, vagy egy általányadózást, és akkor itt halára keresed magad egy webshopból, meg YouTube-on, le se tudják követni a pénzedet. Nyitsz egy Revolutot, bazeg, a YouTube-ból kiutad a Revolutra, nem is látják, hogy hol vetted fel a pénzt. Hát hol volt ilyen világ? Mind a világ is odafejlődött, mind a rendszer is odafejlődik, hogy valamilyen módon élhetőbbé tegyék. Aztán azt majd megint el akarják venni a nagy képbe, mert ugye összeérnek a szálak. Tehát most például ugye Financial Times-t, hogyha valaki olvassa, akkor most miről van szó? Megint csak úgy néz ki, csak igazam lesz, most Kína fejleszti a katonai együttműködést Oroszországgal, na és kivel még? Na kivel? Az USA-val. Mondom, tehát ez egy játék. Világméretű monopoli, ahol emberi élet van zsetonként használva, és vérbe fizetik a izét. De ezt mi játszunk, félre ne értsetek. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez külön úgy megy, a Joe Biden az megszületett, mint démon, vagy a Putin. Nem, ő ugyanaz ember. Tehát most ajánlok egy csatornát, szenzációs, Liceum TV, nagyon ajánlom. Végig hallgattam, most egy csomó történelmi, óriási előadások vannak rajta. Mikor jártam a testnevelés egyetemre, ott volt egy tanár, aki az olimpiai történelmet tanította nekünk, nála vizsgáztam még akkor a TF-en, vele kezdtem el hallgatni, kurva jó előadások vannak. Meghallgattam a Nagy Sándort, a makedónokat, az Oliver Cromwellt, újra előről, mindent, a Molotov-Ribbentrop paktumot, a keresztes hadjáratokat, a francia forradalmat, a Napóleont, a minden lófasz. Gyerekek, az összes történelmi figura, akiket így mondanak, hogy hú, ez milyen nagy. És így nagyon jó, mert humorosak is ezek az szenzációs professzorok, és egy rakás degenerált formát a történelmet. Egy elmebeteg, elmerodjant, komplexusos, pszichopata sorozatgyilkosok formálták az emberiség történelmét. És nem az a keményebbe, hanem az emberiség annak a tudatába, hogy Jézus Krisztus járt a Földön, hogy a Buddha itthatta a tanítását, hogy spirituális utaknak meg annyi garmadájával szembesül, mi erre bólogattunk. Tehát azt hiszitek, hogy a Hitler volt a legnagyobb szörny a történelemben? Hallgassátok, fogjátok, a többinek itt megfoghatja a sörét. Olyan figurák voltak, gyerekek, ez nagyon kemény. Tehát én azért mondom, például ezt Orbánt az országnak a sajátosságai, pont az tartja egy ilyen right track-en valamilyen módon, mert nem tud ennyire nagyra törni, hogy ilyen ördöggé váljon, mint ezek. Értitek? Tehát neki másképp kell működtetnie. De hát ezekhez képest, akik a világ történelmet alakítanak, most a világ viszonylag, a történelmi viszonylag, kurva jó hát. Tehát, hogyha azt nézed, nagyon érdekes, hallgassátok meg a baloldaliakat, jobboldaliakat, mindegyik elmerodják. Pápák, tűzforró, tűzforró. Minden oldalról, nincs kivétel. De ehhez az emberiség bólogat. Tehát ő ezt kéri. És ezért mondom, hogy mikor van egy tanár, hogy tudjátok, moment, például momentumos, most ezt is megtudom, hogy bemegy, ő a momentumos tanár, és akkor ő folyamatosan a Corvinus Egyetemen momentumos. Mindenki a Noár kemény, szikár, paraszt gyerek lehet látni, hogy nem jól tud boxolni, meg semmi, de zoral, értitek? Tehát ezt a csávot meg kell oldani. Most bajban vannak a jobbosok, mert lehet, hogy a Nagy Ervin, Nagy Ervintől féltek, nem mertek neki válaszolgatni, hogy ott ugyan piskodott, most hirtelen az árpa lett a Fidesz ökle, és akkor minden fideszes helyett ő megverte a Nagy Ervint, és akkor ugye most mindenki, mintha ő verte volna meg, de én ezt nem szeretem. Tehát oda kell menni a Nagy Ervinhez, hogyha ennyire ér, és akkor meg kell menni a Nagy Ervin, kiszopod a faszt. És akkor
lesz, ami lesz. Mert ott abban a meccsben, ha a Nagy Ervin is keze, az is csapkodott. Ha azt talál be, Árpának jobb volt a vére, de nem ez a nagy baj. Itt a Noár. Ez fanatikus. Fanatikus, kőkemény, pszichó. Pszichó. Tehát az ölni ment a ringbe, és szikár, parasz gyerek, az lehet látni, inas, izmos dög, az nem áll meg. Tehát ott azt a csávót meg kell oldani. Egy képzett harcos, de az felköti a leckét. Láttam a labdával is, mert minden ügyes csávó. Bajban vannak a jobb, mert most már boxoló lett belőle, most harcos lett, még a végén, hát legalább börtönbe tudják zárni, mert majd ledurrant valakit, értitek a hajóagyat. Hűlök gyereke. Mondjuk ott a megadja Gabi, az is bunyózik, meg azt hiszem dzsicúzik is, nagyon bírom azt a srácot. Tehát ugye az a lényeg, de hogy most ugye bemegy valaki például egy ilyen noáros mentalitással, egy ilyen Corvinusra, és hogy nyomja reggelt estig ezt a fárasztot. Mert az az igazság, hogy gondolkoztam sokat, hogy miért nem szavaznak az ellenzékre, az emberek többségevel, miért nem kamázzák. És most tudom, hogy van, ezek buborékba élnek. Tehát a Puzsérék, a Molnár Áron, ez a Nagy Ervin, meg az összes csávó, ezek úgy élnek, hogy ők frankon, ők azt hiszik, hogy ők vannak többen. De ezt halál komolyan mondom, ők azt képzelik, hogy ők többen vannak, hogy az egész ország úgy érzi, mint ők, hogy ez a belső, amit érzitek, ezt a igazságtalanságot, hogy most eljátszottam a Hadik András főszerepét. Aj, elnyom a rendszer. Jaj, még eljátszom azt a filmet, aztán Starbucksba keresek még egy 10 guringet. Várj, te bonzolnak! A Spirit of Fandom, mind a műsor az enyém! Ah, elnyomlak! Nem bírom! És akkor így vannak, értitek? És az egész ország ezt a fájdalmat érzi! Mint a Dévényi Pista is, amikor mondják, de hát hogy le? Hogy? Én nem ér. Hogy? És bazeg, ezek elhiszik, hogy ők vannak többen. De egy olyan viselkedésük van, tehát például voltam interjún az Áronnal, és egyébként tehát adottságában, készségében ez lehetne egy olyan kedves, impozáns, aranyos srác. És az úgy is, hogy baloldali, meg hogy csupa erő, meg jó sportoló, meg minden, meg bátor gyerek, tényleg. Ez is bátor, hogy így csinálja ezt a mindent. Mondjuk nem úgy bátor, mint én bátor, mert amikor én voltam ilyen aktivista, én nem kaptam ilyen dolgokat, viszont mindent elvettek tőlem. De én azt sem akkor csinálom. Én tudjátok, a Puzsér megmondta, hogy amikor én csináltam, akkor ennek nem volt veszélye. Ennek most van veszélye. Most kapsz érte műsort, tévésort, meg minden. Akkor betiltottak, akkor nem volt veszélye. Na minden. Tehát, hogy... De az az igazság, hogy ez a fennhéjázó, ráadásul ezt a rossz, marxista, következetlen, farkába harapó komcsi dumát nyomják, és ez így megmételjezi őket is, ettől ilyen olyan figurák lesznek, akik egy nem szívesen beszélget. De frankon. Tehát az Áronnal is, mikor ott volt a Mandineren az interjúm, és látom, hogy mondok valamit, ami nem tetszik neki, és vörösödött a nyaka. És így néztem, hú, bazdmeg, érted, tesó, nyugi! Ez csak egy vélemény. Azért ne harapjuk meg az öklünket miatta. Emberek vagyunk. Én így látom, te úgy látod. Nekem nem fáj. És ez miatt, hogy belefulladnak ebbe, hogy mindenki azt hiszi, amit ők gondolnak, és hörögnek, és akkor hogy most melyikkel söröznék szegesebben? Ezekkel? Vagy az Orbánnal? Aki bazeg, nézem a TikTokját, most a legnagyobb forma. Tehát még így is persze tudom, tikkel, meg borzalmas feszkó, meg minden van, tehát hogy lehet látni ezeket, de ezen is egyszerűen gúnyolodni, inkább azért kéne, hogy mindenki jobb irányba próbáljon működni, tehát hogy neki is olyan kulcsot adni, hogy tudja ezt a feszültséget kezelni, de még ez, figyeljetek, az egy világszintű politikus, te humorherold, troll, vagány, értitek?
éles, mint a kés. Lehet látni, van humor a csávónak. Tehát most melyikkel ülök le szívesebben sörözni? Ezzel az Orbánnal, mint ezekkel. Mert még a izéjük is rossz. Érted? Mindenem mindig a semmi nem jó. Ott van rengeteg hiba. Rengeteg. Mindenhol, mert mind emberek vagyunk. De ezért kapnak ki, mert persze van a Fidesznél és egy csomó arcakit, jó, fáradt egész. De bazeg, még azok százszor jobb fejek vannak köztük. Én régen, mikor a Millánál voltam, én ezért voltam ott anyátlan. Esküszöm. Most én nem vagyok a Fidesz oldalán, meg a Fidesz embere, meg semmi. Majd leszek, mert most már kim vagyok az Orbánnak a TikTokján, meg elkezdjük a lemezét csinálni, végetek van onnantól. De nagyon mérges lesz a Puzsér, mikor kiadjuk az első szingolt, mert mindent verni fog. És ha megcsináljuk a Viktorral, Viktor bátyámmal a lemezbe az meg, akkor onnantól kezdve világhír. Tehát nincs még egy miniszter. Most képzeljétek el, mekkora okosság. Most üzenem a fideszeseknek az összes. Gondoljatok bele, hogy van-e még egy miniszterelnök a világba, aki azzal a rapperrel, rapproducerrel, aki ráadásul nemzetközi színvonalú zenét csinál, és a legnagyobb sztárokat fedezte föl Magyarországon, és ellenséges viszonyban voltak, és a 10 éves évforduló össze, és van-e még egy miniszterelnök, aki kijön egy hip-hop lemezzel, vagy egy dallal, amit az a rapper csinált. Egy világsiker. Mindenki arról beszél. Megcsinálni angolul, héberül, arabul, japánul, kínaiul, feliratozni, mindent ver. Mindent. Na most, ha kijövünk ezzel, gyerekek, végetek van. Végetek. Mert igazából én bírom a Viktort. Ott is van egy brigád, a magyar mentalitás, tudom, de ez sajnos mindig, ezt nekünk kell megváltoztatni. Tehát a mi mentalitásunk változása által Viktorból, vagy majd ha Gyurcsány lesz, vagy a Klára, meg a Klári Fárikat, akkor majd máshogy kell viselkedniük. De amíg nekünk ez a hörgés-börgés elég, addig nem lesz. De azért az emberek többsége az azt szereti, a jó fejséget. Értitek? És még akkor is, hogyha a korrupció, meg minden, inkább ezekkel kinek van kedve? Ülnek ott maguk között, savanyodnak állandóan, szomorú, jaj, de rossz. Görcsön, ki a fasz kíváncsi rá? Így is ad az élet elég problémát, amit meg kell oldani. 97 háború van, művírus, politika, kavar, kever, értitek? Már saját szarukat nem tudják elsöpörni világszinten, és belerántjuk magunkat ebbe a világ romboló katarzisba, ki kíváncsi erre? Értitek? Azért mondom, hogy ha jó fejek, tehát ott kéne kezdeni, hogy kezdjetek el jó arcok lenni, kedvesek például. Meg kell próbálni kedvesnek lenni az Orbánnal, vagy velem. Valami aranyosat mond egy, figyelj Laci, gyere, ígyunk egy sört. És akkor azt mondja, gyere Áron, ígyunk egyet, vagy kesztyűzzünk egyet, lazát, érted? Nem kell gyilkolni, nem kell mérgelődni, nem kell az egész világot megölni, mert a világ nem úgy működik, hogy te gondolkodj. Puzsérnek is erezd le a vállad, simogasd le a hajad. Gyere, tesó, be, mi a bajod igazából? Mi a problémád? Mert akkor mindig kiderülne, hogy a probléma ott valahol deep inside. Értitek? És ez van. Szóval az a véleményem ez a Corvinus témával is, hogy körbe kell járni, nem tudunk semmit. Kubatov rossz fényképpen mutatta, hogy sok a hajléktalan Budapesten. Gyerekek, nem, tehát itt megint azt mondom, nem ez a lényeg. Meg kell nézni a várost. És a karácsony se, a karácsonynak van nagyon nagy tehetsége, szuper skillje, ő a legtehetségesebb opportunista politikus, egy igazi politikus. Tehát igazából semmi máshoz nem ért, de egy dologhoz nagyon, hogy politikai pozíciókat meg tud szerezni úgy, hogy minden kudarca után fölfelé bukik. Ez egy hatalmas tudás. Figyelj, ezt rap sztároknak kéne tanítani, hogy körbejárta az összes pont. Ő egy közeg számára totálisan önazonos. Minden pártot eladott, elárult, ide megy, oda megy, amúgy csinálja, így forgolódik, úgy, de valahogy úgy tudja csinálni, hogy ő önazonos. Például
nálam van egy alakulásom, hogy megyek az életbe a korral, persze jön meg valamiféle konzervatívabb látásmód, ugye a kornak a kapcsán, meg alapvetően nekem voltak fundamentumaim. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy mikor én például az Orbánnal totálisan szembeálltam, és szoborfej történet volt, akkor én az LMBTQ-val kapcsolatban úgy gondolkoztam, mint ott ők. Nem. Ugyanúgy gondolkoztam, mint az Orbán, vagy még sokkal keményebben, mint az Orbán, főleg 10 éve. Én olyan hímsoviniszta voltam 15 éve, ez lazult valamit, mert lányom van, meg lazább lettem, meg a meditációnak hála, ugye másképp tekintek, de egy csomó kérdésben én nem találtam ezek között a helyem. Mert ezek csak arról szól, mint egy progresszív, rúgjuk föl, ami van, ha működik, ha nem. Csak nekünk ugye jól csöpögjön bele. Tehát ez a Karácsony Gergelynek egy szuper szkíje. De nem bántani akarom bele, ez egy tény, hogy a város vezetéshez, város irányításhoz nem ért. Ő a város vezetői szerepkörét arra használja, hogy a város, vagy hogy ezáltal a politikai pályáját egyengesse. És azért, mert őt valamiért így szeretgetik ezért, ezért ugye működtetik. De a hajléktalan kérdésben, tudom, nem szeretik a Kubatovicsot, tehát baszdmeg, ez van. Ez van. És a hajléktalan kérdést orvosolni kell. És mint emberi lények, tehát tudom, ez így jó hangzik, mert láttam a Csintant is mondta, hogy hajléktalanok, és akkor Lentulai Krisztián, ja, a Kohán Matyi volt ott, bocsánat, és akkor mondták, hogy azért rendészeti kérdés is, meg hogy baszdmeg rendész, tehát menjetek be a 8. kerületben, mi van ott. Tehát tudom, hogy az Iványi Gábort szeretni kell, sok mindent, ez tényleg biztos van, jó szándéka, bár az újítás is megvan általában mindig ezekben az alapítványi dolgokban, tehát az ezekből jó el lehet köhögni, de nem veszem el, hogy tényleg én is jártam a Dankóba, csinál sok mindent, de az az igazság, hogy a város közepén ezt nézni, hogy szarnak előtted az utcán, két kocsi között, szarnak a keleti pályaudvarnál, hánynak, böfögnek, lehet látni ez a... Tehát azért, és tudom, jött a Csintan, te az emberek sorsával nem foglalkozol, így mondta a Krisztiánnak, vagy a Matyi. Én meg szeretném kérdeni, Csintan Sándor hány hajléktalan fogadott be a lakásába, onnan a Dankóból? Tehát aranyos ez, hogy beszélünk róla, hogy jaj, a hajléktalanok így, a hajléktalanok úgy, segíteni kell, jaj, viszünk... Még konzervet se láttam vinni. Mert én vittem adományt gyermekétkeztetési alapítványtól, akiket támogatok egyébként, meg a gondoskodás gyermekeinkért alapítvány, az a fogyatékos gyerekeket nevelő szülők alapítványa, nagyon jó alapítvány, támogassátok őket, gyermekétkeztetési alapítvány. Tehát én vittem száraz konzerv csomagokat, mert minden lófaszt. Én nem láttam a Csintalant kajaosztásnál, még soha életemben. Kurvára nyertese volt eddig minden rendszernek, ami beért. De ami a lényeg, ő miért, ő hányat fogadott be? Tehát ő miért mondja azt a lentulaira, hogy részvételem? Miért? Mert ő azt mondja, hogy jaj, de sajnálom. Jaj, de sajnálod. Hú, abbazd meg. Mindenki sajnálja. Közben mindenki fél, hogy olyan lesz, mert mindenki tudja, hogy egy centire vagy attól, hogy oda kerülje. A fogyasztói társadalom az egyet prezentál. Hogy a milliárdosból is egyik pillanatra a másikra földön futott tud csinálni. Lásd 1920-as években a nagy világgazdasági válság, de akár most ez a helyzet is. Tehát, hogy egyébként meg az az igazság, hogy a hajléktalansággal valamit kezdeni lehet. Tehát az, hogy fogom, és rálököm a városra, a gyerekek nekünk a nyugatinál van az iroda, lemész a izébe, az aluljáróba, nem tudom hányan láttátok, Mad Max 3. Tehát Budapest arról, hogy közlekedhetetlen, hogy nem lehet haladni, hogy igazából nem azt oldották meg, hogy ne menjél be autóval a városba, hanem azt oldották meg, hogy az autóval ne tudjál haladni. Járhatatlan, koszos, büdös, szar az egész, értitek? És rálököd ezt a hajléktalan tömeget, akiből van, aki nem ő akar így élni, hanem nem találja a kiutat. De nagyon sokan sajnos ezt választják.
ezt választják sokan, sokakkal kibaszik a nőjük, sokan piások lesznek, stb. És szeretnek így élni. Gyerekek, a nyugati pályaudvarnál az Ábrahám Robi barátom lement, és azt mondta a hajléktalannak, hogy van bútor, amit ki akarok dobni, segíts levenni, adok 10 000 forintot. Azt mondta ki a hajléktalan, 20 000 alatt nem állok fel. Tehát ezt a Robi ne föl tudja váltani a hajléktalan a 20 000-est 2 000-esre. Tehát sajnos sokan ezt választják, mert ez egy állapot, ez is egy tudatállapot. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, de az, hogy az emberek létezését nehezítem vele, olyan a karácsony, mintha direkt így szét akarnák kúrni a várost. Én azt sem tudom, hogy miért szavaznak rá. Ugye az a 8. kerületben. Tehát ott, bazeg, ott van az a Mad Max központ, de ott mellette gyerekek élnek, meg családok. És akkor trendbe lehet hozva a Mátyás tér, és akkor ott mennek, érted, és ott lépkedsz át rajtuk, meg dülöngés, tehát nem ide való, hanem kell csinálni a város szélén egy nagy komplexumot, és aki bemegy, annak kell rehabilitációs lehetőséget nyújtani. Hálót kell adni neki, hogy tudjon halat fogni. Motiválni kell, hogy kapjon a halfogásra igényt, hogy akarjon visszailleszkedni. Ez nem a nyomorát kell fönntartani, mert igazából az történik a városban, hogy a város, vagy a kerületek, ahol ilyen vezetés van, szponzorálják bazeg a nyomorgást. Tehát, hogy előtartják a nyomorgást, és akkor mutogatnak rá, hogy na, erről az Orbán tehet. De azért, ha megnézed a hajléktalanságnak a problémáit, beszélgetsz emberekkel, ott azokban a sors, figyeljetek, tudom, hogy ez most esetleg fölhorkantok, de a betegségért, a nyomorgásért ugyanannyit kell dolgozni, mint azért, hogy az életed működjön. Ugyanolyan kemény munka van. Egy májcirózisban nagyon kemény munka van. Hogy elért, hogy májcirózisod van. Egy komoly drogfüggésbe, játékfüggésbe, minden, abban rengeteg meló van. Hát azt szponzorálni kell. Azért meg kell dolgozni. Ez nem csak úgy jön össze. Tehát az anyátlan, apátlan élethelyzetben ugyanannyi meló van, mint abban, hogyha te király vagy a pályádon. Nem az, hogy király vagy, meg miniszterelnök, nem, csak egy egészséges, kerek, sikeresnek mondható ember, aki elégedett magával, és ezért nem akar másokra haragudni, meg nem utálja a világot mindenért, ami történik, hanem úgy tisztában van azzal, hogy a dolgok azért nagy számba azon múlnak, hogy ő hogy áll a dolgokhoz, és mennyire szorgos vagy szorgalmas. Mennyire akar tanulni, képezni magát, mennyire flexibilis, mennyire akar alkalmazkodni az élethelyzetekhez. Ugye ez? És hát valljuk be, hogy a város vezetés ebben a témában kudarcot vallott. És az nem az együttérzés hiánya, hogy ennek nincs itt helye. Mert senki nem akarja, hogy a gyereke a szarról lépkedjen át, meg a dülöngélő faszoknak az egymás közti erőszakoskodását nézze, meg a csatogás, meg a hőbörgés, meg a kellemetlenséget. Tehát valamilyen módon, aki nem tud viselkedni, azt ugye a rendszer rendbe rakja. Ez így van. Aki pedig működni akar, annak lehetőséget kell adni rá. Tehát én azt mondom, mi a szegénységet is igyekezni kell felszámolni, a felzárkóztatás, minden, de erre programokat kell kitalálni, és ennek nem az a lényeg, hogy jaj, ott van a nagy egyház, és akkor ott a város közepén ne, és mutatjuk, nézzétek, legyen jó nagy lelki furdalásatok, adakozzatok. Lehet úgy is adakozni, ha nincs ott. Lehet úgy is az ember önkéntes, ha nincs ott. Lehet úgy is vinni kaját, ha nem ott van a szemem előtt. De annak, figyeljetek nekem, a Visegrádiban volt a Dobhajker. És mentem be, és ugye az ajtónk előtt, mint parkoltak a kocsik, és oda mentem, és guggolt az ember, épp ott ugye szart, reggel 8-kor, és így álltam előtte, mondtam neki, hogy uram, megkérhetem, hogy legyen szíves, menjen, keressen egy vécét, vagy valami zöldbe trágyázon, hogy a fűszebben nőjön, mert ide nők járnak ebbe a hajszalomba,
és nem szeretném, hogy ilyen emberméretű szarokat nézegessenek a kocsi között, meg stb. Jó van, bátya, jó van, bátya, oké, bátya, jó. Megyek következő nap, ott meg az ajtóm előtt ül, kitárva minden megcsinál, ugyanazon, figyelj, itt egy 500-as, 1000-es, légy szíves, ne itt reggelizél. Mert ide nők jönnek, és te is tudod, hogy nem vagy impozáns látvány. Nem, ez, itt hagyjuk egymás életterét, és ne szarj ide, köszönöm. És mit tudom én, az ötödik alkalommal, amikor megint ott googolt előttünk, a dac, hogy azért is oda szarok. Tehát akkor az ember már szólt, hogy figyelj, tesó, még egyszer ide szarsz, és bele talpa belerúgok a fejedbe. Érted? És akkor kell megérteni, mert ugye az van, ez egy zen módja volt, hogy többet nem googolt oda. Szerencsére úgy látszik, ijesztő tudtam lenni, és nem kell ilyenek történnie. De szóval az a lényeg, hogy ezt senki nem szereti. Ez a frankó. És ezért erre emberi megoldást kell találni, ami az embereknek emberi kiutat jelent ebből az élethelyzetből, ha ők szeretnék. Ha meg nem szeretnék, akkor ahogy a Gáspár Laci mondja, akkor maradj magadnak, more, azt menjél ne haza. Ennyi. Ez volt a negyedik téma, Kubatov ügy, és aztán most már nagyon hosszúra nyúlok. Milák Kristóf nem készül rendesen, kapja a kritikát, gyerekek, nagyon komoly úszó a csávó, nagyon nagy eredmények vannak, nagyon meleg az élsport, kizsigerelt állapot, szélsőséges állapot, ne ítélkezz. Tehát ne osszuk az észt mások élethelyzetébe, nem látjuk, hogy ő mit érez benn, nem látjuk, hogy ő hol tart ezen a pályán, nem látjuk, hogy akarja csinálni, nem tartozik senkinek semmivel, csak magának. Ha ő úszni akar, úszon, ha nem akar úszni, ne úszon. Amit eddig úszott már, az is nagy szám. Ha ezen túl nagy számot úszik, az is nagy szám. Nem szeretek ítélkezni. Tehát ahogy a hajléktalan élethelyzetét is megértem, megértéssel fordulok, megnézem, meg lehet találni, meg, úgy egy ilyen kivételes sportoló esetében is gyakoroljunk együttérzést, és igazából engedjük őt, hogy csinálja, hogy szeretne. Ha nehéz élethelyzetben van, és szeretne belőle ki, én remélem, hogy sikerül kikeverednie, remélem, hogy hoz nagy eredményeket, de az az igazság, hogy ez ugyanolyan, mint az Árpa Attila pofonja a Nagy Ervinen, hogy az nem a fideszes rajongóknak a pofonja, nem. Az az Árpa Attila ökle, az Árpa Attila ment be a ringbe, az Árpa Attila kockáztatta az egészségét, és az Árpa Attila harcolt, és az Árpa Attila győzött. És a fideszesek, akik nem szeretik a Nagy Ervint, nem győztek. Senki. Hanem úgy tudnak győzni, hogy akinek nem tetszik a Nagy Ervin, szólnak nekik, hogy gyere be a ringbe, és ha tudják, megoldják. Ha nem tudják, nem oldják meg. Tehát nem az Árpa Attila, és a Milák Kristóf sem. Tehát hogy lehet, hogy örülünk, hogy az Árpa legyőzte a Nagy Ervint, de nem mi győztünk. Ezt tudni kell. És tehát nem a mi sikerünk. Tehát a Milák Kristófnak a sikere, az Magyarország büszkesége, valamilyen módon a magyarság sikere is, de elsősorban ez az ő sikere, és a mi büszkeségünk. És ennek a fényébe kell nézni, hogy itt elsősorban ő tette oda magát, és ő edz, és ő dolgozik, és ő tudja, hogy mit bír. És ha ennyit bírt, akkor ennyit bírt, és kész. Na ez volt az alternatív dobcsat 2, remélem tetszett, hogyha így van, osztogassátok a videót, föl lesz a YouTube-on is, az Igazi Dob Mentévé YouTube csatornáján, ahova kérlek titeket, hogy iratkozzatok föl, és legyen nagyon szép napotok, hetetek, puszi mindenkinek, Starbucks résztvevőknek külön gratulálok még egyszer ezen a bátorságukhoz, és a keménységükhez akár nyertek, akár vesztettek, és arról is van egy videó itt a csatornán, egyel ezelőtti videó, mind a árnyoldalaira, mind a sportértékére rámutattam a műsornak, legalábbis ami szerintem van, és akarjátok, nézzétek meg azt is, továbbá a legutolsó dalomat, aminek az a cím, hogy nem így terveztem, és mondom, készüljetek,
mert egy nagyon komoly üzenettel ellátott dal érkezik, aminek az a címe, hogy Cigi meg Hell. Üdvözlettel egyenesen a Nirvánából, Pityinger, Tóthmell László. Például az lesz, az új rap nevem az lesz, hogy PL. Például. Például szolgálok. Ez lesz a Buddha neve. Mindig átnevezem magam előbb-utóbb. Csá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!